Hunmadaras nagykőség önkormányzata 2022. szeptember 19-én nyújtotta be támogatási kérelmét a TOP+(1.1.21)-ilyen-1 kódszámmal ellátott helyi gazdaságfejlesztés című felhívására. A miniszterelnökség területfejlesztési operatív programok irányító hatóság 2022. december 12-én támogatásra alkalmasnak minősítette a pályázót, majd 2023. március 16-án hatályba lépett a támogatási szerződés. A projekt a Széchenyi Terv Plus program keretében valósul meg. Az alábbi tevékenységek valósulnak meg a repülőtér 2-es kapujától befelé indulva. 5 darab új telek kerül kialakításra, mindösszesen 35 hektár nagyságban. Ehhez szükséges a település rendezési tervünknek a módosítása is, hiszen ipari park övezet kialakítása történik meg. A területen optikai hálózat kerül kiépítésre, elektromos hálózat, valamint ivóvíz és szennyvíz hálózat fejlesztése valósul meg. Jelenleg már a települési rendezési terv módosítása lezárult, és a telek alakítási eljárás van folyamatban. A pályázat megvalósításával az önkormányzatunk célja, hogy elősegítsük a vonzó befektetési környezet kialakítását azzal, hogy a Karcagi út mentén található volt szovjet katonai repülőtér területén tovább tudjuk építeni a közműveket az eddig nem használt belső területek felé. Mindez hozzájárul a vállalkozások versenyképességének a javításához, a letelepült vállalatoknak a helyi gazdaságba történő erőteljesebb integrációjához, az ipari terület szolgáltatásainak komplex, minőségi fejlesztéséhez. Cél a befektetések technikai és szakmai feltételeinek megteremtése, az ipari növekedés egyenletes pályára állítása, hogy ezáltal új munkahelyek jöjjenek létre a térségben. A beruházásnak nem csak gazdasági, de társadalmi haszna is igen jelentős. Az önkormányzat célkitűzései közé tartozik a munkahelyteremtés és a népesség megtartása. A fejlesztés lehetőséget nyújt új vállalkozások betelepülésére, új munkahelyek létrehozására, ezáltal hozzájárul az önkormányzat ezen célkitűzéseinek eléréséhez. Kunmadaras önkormányzata felismerte azt a lehetőséget, hogy Kunmadarast fejleszteni kell, mert fejlesztjük az infrastruktúrát, a közintézményeket, az úthálózatot, egy szép élhető települést hozunk létre, de a munkahelyteremtő beruházásoknak is meg kell alapozni, meg kell ágyazni. Ez az ipari park fejlesztés egy ilyen beruházás. Egy olyan beruházás, amire már ki lehet ajánlani különböző cégeknek a kunmadarasi repülőteret, hiszen tudjuk azt, hogy önmagában az, hogy van egy hatalmas, jó minőségű terület, ahol lehetne befektetni, lehetne beruházni, de mégsem jönnek a befektetők akkor, hogyha a körülmények megfelelőek. Kunmadaras ezt jól ismerte fel, majdnem 500 millió forintból infrastruktúrát fejleszt, amit ki tud ajánlani akár hazai, akár külföldi cégeknek. A következő időszakban azt fogjuk látni, a beruházás megvalósulása után, hogy sorba fognak jönni külföldi és magyar befektetők, hogy üzemet, gyárat építsenek Kunmadaras területén. A projekt a Széchenyi Terv Plus program keretében valósul meg. A projekt várhatóan 2025. október 31-én zárulhat.